Sziasztok! Ebben a videóban a LEGO Explorer harmadik legújabb számát fogjuk megmutatni nektek, ami ilyen középkori magazin, a középkori életet mutatja meg, és ilyen várat lehet építeni belőle, mégpedig ilyen katapulta, vagy nem is tudom, hogy hívják, ilyen ostromgéppel. Na, akkor kibontjuk. Oké. Gyere, Olcsi. Ezt már én lefáltam. De szép újság. Mindjárt átlapozhatjuk, jó? Oké. Ez szép újság. Szép újság? Igen, jó sok darabos. Igen, egy kicsit így lapozzuk, hogy jobban látszódjon. Itt kezdődik. Itt egy hatalmas pók. Igen. Ott pókot is lehet építeni belőle. Vigyázz, mikor már megöti a szemed. Szemedet, igen. Itt egy nagy vár. Igen, vár, ura, mire szolgál a torony, a kapu, a várárok, és ott egy királynő, ugye? Igen. És ott van egy lovag. És ott egy paci. Paci is van? Aha. Legó paci még nincsen. Ilyened van a várhoz, emlékszel? Igen. Ez a nagy ostromgép. Csak nem legóból. Ezzel közelítették meg a várat, és itt át tudtak mászni. Aha. A várfalon, ugye? Aha. Ostromtorony. Katapultok, de katapultnak hívják ők is. Egy picit? Vagy hajítógép, ja. Ez is itt van. Vagy egy nagyon picit? Kérdések. Nem kérdések. Hogy igaz-e, hogy a középkori emberek azt hitték, hogy a méhek is madarak? El tudom képzelni, hogy azt hitték, ugye? Aha. Épületek. Ezt láttam már. Igen? Ezt a nagy épületet. Itt vannak a gyerekek építményei, amit gyerekek építettek, ugye? Igen. Ja, itt is van, igen. Középkori kereskedelem. Nem. Középkori kereskedelem, ez ilyen piac tér. Meg kell számolni, hogy hány almát látsz a képen például. Hihetetlen várak. Itt vannak ilyen várak. Hú, de szépek, nézd. Igen. De hár. De középkori modelljei. Igen, itt hogy milyen középkori cuccokat lehet építeni legóból. Itt pedig a címerek, ugye? Majd mi is tervezünk saját címet a várnak. Jó, itt is lehet címet tervezni, látod? Címert. Élet a középkorban. Milyen házakból laktak? Régi szép. Ezt láttam én. Láttad? YouTube-on. Megmutathatom? Igen. És ez neked nagyon tetszett? Igen. Igen? Aha. Lehet olvasni, hogy szerezték be az élelmet, hol vásároltak. Mit csinált például a kovács a faluban? Mit csinált a kovács? Hát ő volt az, aki... Aki? Szögeket készített például. Szöget? Igen, de szerintem volt külön patkókovács. Aha. A lovagpatkóit készítette. Aha. A kardokat készített. Aha. Kockamester. Kockamester. És itt van, hogy kell felépíteni a várat. Mindjárt felépítheted, jó? Hú, a következő számban az esőerdő lesz, és szerintem tudod, hogy hívják ezt a békát? Hogy? Ez a nyilméreg béka, vagy valami hasonló. És ezt a béka lesz a jövő héten? Október végén. Az mikor? Egy hónap? Hát, nem egy hónap. És itt lehet a várunkra, képzeljétek, amit ebből lehet megépíteni, várat, arra lehet saját zászlót készíteni Olivérnek.
Na, akkor lássunk neki. Elvágod óvatosan ollóval? Ó, nem is kell olló. Hova borítsam? Oda boríthatod. Ide nézd. Itt az asztalodra. Ó, ez nagyon nagy legó. Igen. Ugye? Pedig csak egy kis újságban volt. Nem baj, kint zenél valaki, megjött valami szomszéd. Vicces. Na. Most sok helyre elmentünk kirándulni. Igen. Nem mondod, mit láttál? Hol? Hát a kiránduláson. Mit láttam? Hát miket láttál? Hol voltunk először? Az Őrségben kirándultunk. Igen, Őrségben. Az Magyarország egyik történelmi vidéke. Igen. Úgy is hívják, hogy Őrvidék, ugye? Őrvidék! Őrvidék, mert ott volt régen is a határ. Aha! És az Őrvidéken élők őrizték a határt. Aha! Hol már alakul a várunk? Igen. És voltunk egy tónál, ugye? Igen, vadászató. Vadászató. És ott hintáztam. Hintáztál. És mi mit csináltunk? Elmentünk egy másik tóhoz. De a vadászánál mi mit csináltunk? Ettünk. Ettünk szendvicseket, ugye? Igen. És utána elmentünk egy másik tóhoz, Velemérbe. Igen. Ahol egy románkori, nagyon-nagyon régi, mi? Középkori, románkori. Azaz. Igen, középkori templomot néztünk meg, és sétáltunk az erdőben is. Olyan ősz van, de olyan zöld volt az erdő, de alatta meg hatalmas, vöröses, barna avar volt, ugye? Aha. Az a várfal? Igen. Igen? És ez a vár. Ó, ott a várfal, meg a vár. Igen. Kicsit így arrébb tesszük. Bocsánat. Nem baj. És régen egyszer a Tesco-nál volt olyan ilyen hinta, és pörgetett a padolsan, és amikor hazértem este, hánytam. Igen, de akkor szerintem beteg voltál, nem beteg? Azért, mert forgatott apa. Hozzánk melyik vár van a legközelebb? Kőszegi. Kőszegi vár, igen. Oda szoktam menni sétálni. A másik, ami még közel van hozzánk, az a Sövegi vár. Az is közel van. Igen, hát egy 40 percre. Aha, az is még közel van. A többi az messze van. Igen, igen. Oda is el szoktunk menni néha. Igen, Sümegre is, ugye? Aha, pedig az is el szállna egy kicsit. Igen. És Oliver kedvence a várbörtön. Igen. Végül oda bementem mindig, és apa azt mondta, hogy most ide bezárlak. És hova zárt még be? Zártunk még be a játékból? Mi van ott a várban? Egy ilyen lógó ketrec, ugye? A lógó ketrec. Hátra van ilyen gyerekmegőrző, és a gyerekek bebújhatnak.
És akkor így hintázik alattuk. Magyarul elmehetünk oda, és hintázhatok ott abban. Persze. Csak nagyon-nagyon meredek út vezet fel a várba, a Süvegi várba. Aha, és... Viszont a kilátás az nagyon-nagyon csodálatos, rálátni a Balaton felvidékre. Igen. Ugye? Igen. Jaj, meg a Szigligeti vár is közel van. Igen, tudom. Az is a Szigligeti. A Sincsenél közel. Hát, de egy órán belül. Az azért közel van, szerintem. Hát? Nem gondolod? De. De. És az a Sümegi várból nem fizetős. Nem fizetős? Vagy fizetős? Hát fizetős, igen, igen. Hány forint? Hát azt nem is tudom. Eszel? Közben építjük. Jó vagy, szívem? Tessék? Jól vagy? Uh-huh. Igen. Nagyon szépen alakul a vár. Igen. De jó a földjember. Igen, egy legó ember? Igen. Ez a béka is nagy lesz. Igen? Aha. Nem írják oda a nevét, pedig szerintem ilyen nyilméreg, vagy valami hasonló az a béka. Nyilméreg? Az mi a nyilméreg? Hát ez a béka neve, ha jól emlékszem. Nyilméreg béka. Mert méreg? Igen, szerintem mérkező. Én úgy gondolom. Te nem úgy gondolod? De. Közben idehozom és megmutatom, hogy mi volt az első két számban, mert ezt a magazin meg szoktuk venni. De. Az első számban volt ez a robot, ötletet képíteni. Aha. A második szám meg a tengerek élővilágát mutatta be. És nézzétek, ilyen hatalmas polip volt benne. Az polip? Az polip, igen. És most jön a vár. Igen, ez már a harmadik. Egész szép kis gyűjtemény lesz belőle, ugye? Igen. 3 hónapra kezdtük el. Aha. Még nyárkol. Nyáron valamikor, igen. Nyár közepén. Lehet. Kettő ide. Na, hogy el a vár közben megmutathatom? Mindjárt. Ja. Az lesz a hajítógép? Igen. Bakom, ami kell. Hoppá! Itt van. Kipróbáljuk? Most csak egyel. Várj, először majd mutatjuk a várat, jó? Hú, így néz ki a vár. Na most
És mozgatható a várfal. Igen. Igen, és... Vigyel szemedet ki előn. Ne. Erre kell a hajítógép erre elő, látod? És akkor... kilőtte. Visszalőtt. Ilyen a hajítógép. Igen. A többit elrakom. Jó. Szerintem a hajítógépnek az elemi... Hoppá! Hajítógépnek a... az ágyúkolyóját ide tudjuk rakni rá. Hova? Ide. Rá tudjuk rakni, hogy ne vesszen el. Rá lehet rakni, és akkor nem veszik el, innen mindig le tudod venni. Ott van az ágyú raktár. Igen. Három, és szív van. Jaj, nem is lett. Kettő sárga. És képzeljétek el, lehet ezt a zászlót venni, és az újság hátulján található papír mintából lehet saját zászlót tervezni a saját váratokra. Te mit fogsz tervezni, még nem tudod? Még nem. Na, sikerült? Kettő sárga. Ezt leveszem. Köszönöm. Nem fér akkor oda a hajítógép, vagy odafér? De. Odafér az is. És egy fekete. Fekete? Nem, kettő fekete. Kettő fekete. Azt még oda rakhatod, ha szeretnéd. Az adatátó mutatja. Pont ennek tervezték. Oda a raktárnak? Aha. Hát pont annyi fél amennyit az önmutatóért. Igen. Hát ennyi lett volna ez a videó. Azt meg oda be lehet rakni. Nagyszerű. Köszönjük, hogy megnéztétek. Ha tetszett, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel. Sziasztok! Sziasztok!